Maradunk az édes ízeknél, ugyanis 8. alkalommal rendezték meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált. A háromnapos eseményen a többi között palacsinta sütő és díszítő versenyen is összemérhették a tudásukat a lelkes jelentkezők. Ezen kívül számos izgalmas programon részt vehettek azok, akik kilátogattak a Szolnoki Tiszaligetbe. ...2016-ban volt ugye az első rendezvényünk. Megvan az itt, hogy mikor megálmodtam ezt a rendezvényt, én nem tudtam, hogy ez ekkorára ki fogja nőni magát. Eredetileg nem ezen a helyszínen voltunk, hanem a város szélén egy parkerdő, van a fagjátszótér mellett. Tavaly született az a döntés, hogy ugyanezen a területen, ahol most vagyunk, volt egy másik rendezvényünk, és akkor itt ott eszembe, hogy hát már sokkal közelebb van a városhoz, itt van tulajdonképpen a város tüdejében, mert ezt úgy hívják ezt a Tiszaligetet, hogy a város tüdeje. És úgy gondoltam, hogy akkor körülnéztem, és úristen, mondom, ide át kell hozni a fesztivált, mondom, mindenféleképpen, mert ez egy zseniális helyszín. És hogy most bizonyítják itt, ha körülnézünk, vagy ahogy már körülnéztetek ti is, nagyon hangulatosan be tudtuk lakni a területet, és nagyon mindenki elégedett a helyszínváltással. A Szolnoki Palacsinta Fesztivál egy környezettudatos rendezvény. A szervezők célja, hogy minél többen érkezzenek kerékpárral a Tiszaligetbe. Ezen kívül a vendéglátóhelyeken kizárólag komposztálható poharakat, tányérokat, evőeszközöket használnak. Ezt még a másik helyszínen találtam ki, mert akkor még jött egy ilyen uniós szabályozás, ezekről az eldobható tányérok, papírporak, mi már ezt jóval előtte bevezettük, illetve rengeteg olyan dolgot csinálunk, hogy kerékpáros érkezésre ösztönözzük a vendégeinket, hogy inkább azzal jöjjenek ki. Ez a fesztivál elsősorban a családoknak kíván minőségi kikapcsolódást nyújtani. Ebben a sátorban szolnoki iskolák különféle szakmákat mutatnak be. A Szolnoki Szakképzési Centrumból jöttünk, és az iskolák, a Sipos Orbán iskolából jöttünk, turizmus vendéglátás, és szeretnénk bemutatni, kedvet csinálni a gyerekeknek a szakmához. Turizmus vendéglátás, szukrász szakma, és különböző szakácssegéd, cukrássegéd, és különböző feladatokkal készültünk, például ez a táplálékpiramis. Nagyon jó, hogy a gyerekek megismerjék, hogy hova mit kell helyezni, és mi a fontos a táplálkozásban. Van ilyen párosító játékaink, és aki különböző feladatokat végrehajt és megcsinálja ügyesen, az jutalmazzuk. Készültünk nyalókával, habcsókkal, és színes palacsinták készülnek. A fesztivál egyik fő attrakciója a palacsinta sütőverseny volt. Itt bárki elkészíthette saját recept alapján a palacsinta tésztát. A megméretésre 3-at kellett kisütni, majd díszíteni. A családok nagyon komolyan vették a versenyt. Majd a zsűri kóstolt és értékelt. Ez baracsízzel készült, tehát különböző lekvárokkal töltötték be, és különböző gyümölcsökkel díszítették, és tejszínhabbal a végén. Csak ugye az a baj, hogy ez a fajta tejszínhab nem olyan, mint a cukrászüzemben, hogy az jó sokáig eláll, hanem ez egyből összeesik, tehát már itt azért vannak ezek, hogy földíszítették, és ugye olvad meg rajta, mert nagyon meleg van. A 8. Palacsinta Fesztiválon, palacsinta sütő versenyen elért első helyezésért gratulálunk a kettesben csapatának! Apja és fia! Gratulálok! Debrecenből és Szolnokról gratulálunk! Mindent beletettünk, amit oda tettek. Arányok. Nincs, ez véletlenszerűen készül, nem recept alapján. Abszolút véletlenszerűen. Érzésre. Tehát ez a titka, hogy érzésre? Igen. Szívvel, lélekkel. Természetesen a teljes fesztivál ideje alatt lehetett palacsintát vásárolni, édes és sós ízesítésűeket egyaránt. A sósak közül a gordonblőset és a giroszosat kérték a legtöbben. Az édesek közül az idei év újdonsága az epres mascarpone is, illetve a fesztivál nagy kedvence a szolnoki habos isleres palacsinta. Őről annyit lehet tudni, hogy ugye a habos isler a Szolnokról indult annak idején, Szolnok városában a Kádár cukrászdában Hegedűs Laci bácsi találta ki. Igazándiból az alapanyagokkal nem bírt mit kezdeni, és ott sok tojás fehérjét fölhasználta, majd cukrot tett hozzá. Innen lett maga a krém a habos islernek, és ez lett Szolnok értéktárának már
a jelképe, illetve a Hungarikum felé is megy a szolnoki habosisler, és azt 4 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy hogy tudjuk a palacsintába belefordítani. Nyilván a palacsinta nagyjából egy éttermi édesség, de egy cukrászat, egy cukrászdában lévő terméket, hogy tudunk beletenni. Ezért a szolnoki zagyva cukrászdával összedolgozva, az ő közreműködésükkel kitaláltuk, hogy akkor legyen meg maga a alaphab, ez a cukros tojásfehérje, a palacsintába belehúzzuk egy habot, összetekerjük, majd maga a csoki öntettel, ami nyilván felolvasztott csokoládéval meglocsoljuk, és a linzer tésztet, ami a habosislernek az alapja, az egy fahéjas, citromos, kakaós linzertészta, ezt pedig morzsa formájában megszórjuk, és így kapjuk meg végül is a szolnoki habocsisleres palacsintát, ami már a 4. éve nagy kedvence a Palacsinta Fesztiválon a látogatóknak, és örömmel fogyasszák a kicsik, nagyok egyaránt. Először vagyok a szolnoki Palacsinta Fesztiválon. Nagyon ki akartam próbálni ezt a szolnoki különlegességet, a habocsislert, és ezen a fesztiválon ebből készítettek palacsintát, és nagyon finom igazából. Egy eples maszkarpónéset, nutellásat, nutellás banánat, és citromos túrókrémes. Meg jegpárt. Nagyon finom. Finomak. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon családbarát. Délután a gyerekek táncolhatták ki magukat, míg este a felnőtteknek kedveztek a szervezők.